orvosi műszerek valamikor a 70-es években használtak ilyeneket fizioterápiás kezelésekhez. A Nagybereznai Járási Kórházban azonban még ma is ezeket alkalmazzák. Az egészségügyi intézmény laboratóriumában sem jobb a helyzet. A mai kor elvárásainak megfelelő diagnosztikai eszközökből itt is hiány mutatkozik. Sok mindent ki kellene cserélni, ezek már nagyon régi műszerek, nem tudunk olyan effektíven dolgozni velük. Emiatt mi itt csak általános vizsgálatot végzünk, pedig fontos lenne részletesebb analízisekre is, például hormonális, illetve vizeletvizsgálatok esetén, ahhoz, hogy pontosan diagnosztizálni tudja az orvos a betegségeket. Ugyanis ha ezt helyben nem végzik el, akkor a betegnek 40 kilométerre a megyei klinikára kell kivizsgálás miatt utazni. A nagybereznai 107 ágyas járási kórházban évente mintegy 4000 beteget látnak el nehéz körülmények között. Miközben az orvostudomány rohamosan fejlődik, Nagybereznán mintha megállt volna az idő. Ha a kórház felszereltségét nézzük, akkor olyan, mintha egy múzeumban járnánk. Az állami intézmény orvosai évek óta várják a segítséget, az eszköztár felújítását. Elképzelhető, hogy mekkora volt az öröm a kórház vezetői és dolgozói számára, amikor megérkezett az a magyarországi humanitárius adomány, amely többek között endoszkópot, funkcionális ágyat, térdműtétekhez alkalmas berendezést tartalmazott. A segély hasznos hozzájárulást jelent a kórház gyógyító tevékenységének javításához és komfortosabbá tételéhez, mert már az intézményben az utolsó diagnosztikai eszközök is tönkrementek. Van egy ultrahangos vizsgálatra alkalmas készülékünk, de az már nagyon régi. És egy másik is, amit már többször is javítani kellett, de legutóbb már nem sikerült helyrehozni. A funkcionális diagnosztikai műszerek hiánya is egyre aggasztóbb. Ez az adomány számunkra létfontosságú, enélkül már dolgozni sem tudnánk. Szinte hihetetlen, hogy mostantól például ezzel a korszerű hordozható eszközzel a röntgenvizsgálatot már a kórteremben is el tudjuk végezni. Az értékes kórházi berendezéseket, orvosi eszközöket egy kárpátaljai származású, jelenleg Bajorországban dolgozó magyar orvosprofesszor ajánlotta fel, dr. Grezsa István miniszteri biztos úr közreműködésével. Azt gondolom, hogy a mai napon ismételten egy olyan eseményre kerül sor, ami Kárpátalján nem példanélküli, Magyarország részéről orvostechnikai eszközök adományozására kerül sor a Nagybereznai Járási Kórház részére. Ez a kezdeményezés ez kicsit korábban indult, miután én úgy gondoltam, hogy a Nagybereznai Járás, Perecseny, ez egy picit az elmúlt időszakban elhanyagolásra került, kvázi hívhatjuk most a gyerekként is ezt a történetet. Barta alelnök úrral úgy döntöttünk, hogy egy bemutatkozó látogatás keretében fölkeresem itt a térséget, megnézzük, beazonosítjuk esetleg azokat a problémás helyeket, lehetőségeket, hogy Magyarország milyen módon tudná segíteni itt ezt az ukrán települést is. És ugye itt ezt el lehet mondani, hogy itt a magyar kisebbség igazából nincs többségben, tehát elvétve találunk már itt csak magyar honfitársunkat. És miután ugye eljutottunk ide a járási kórházba is, ahol ugye áldatlan állapotok uralkodnak, mint ahogy számtalan esetben ezt már láttuk. Megbeszéltük azt, hogy lehetőség nyílna egy magyar támogatásra, miniszter úr, biztos úr határozott és hatható segítségével, és egy olyan adományt sikerült a mai napon átadnunk, amely szerintem példanélküli, hiszen ebben a kórházban gyakorlatilag ilyen eszközök, ilyen orvostechnikai eszközök nincsenek, nem is voltak, még akkor is, hogyha ezek az eszközök nem feltétlenül a mai napon gyártottak. Én azt gondolom, hogy hasznos lesz az eszközök használata. Örültem, hogy főorvos asszony ezeket az eszközöket ugye orvosként is ismerte, hisz orvosok válogatták ki azokat az eszközöket, amik várhatóan használhatóak lesznek itt a kórházban.
De nem csak a műszerek hiánya okoz gondot az ukránok lakta településen Nagybereznán. Úgy tűnik, mintha az egészségügyi intézmény évtizedek óta gazdátlan lenne. Leomló falak, megrepedezett kőpadló, áporodottság. A tiszta fehér köpenybe öltözött dolgozókon kívül kevés dolog emlékeztet arra, hogy kórházban lennénk. A kórházat 1976-ban létesítették, ez egy állami fenntartású intézmény. Az eltelt évek alatt azonban teljes tatarozás soha nem volt, csak kisebb-nagyobb javítások. Az intézmény anyagi lehetőségei behatároltak. Sajnos abból, amit kapunk, felújításra nem jut. Itt nagyon sok dologra lenne szükség. Például az épület jobb szárnya, ahol a fizioterápiás kezelések folynak, illetve a röntgenszoba sajnos nagyon rossz állapotban van. Az épület belső konstrukciója pedig az évek során tönkrement. A falak megrepedeztek, szerintem teljes átépítésre lenne szükség. És ami a legfontosabb, hogy itt sajnos nehéz fenntartani azt a higiéniai állapotot, ami egy kórházban kötelező lenne. Mint tudjuk, Ukrajna a reformok korát éri. Ezen reformok között az egyik legfontosabb az egészségügyi reform. Az egészségügyi reform lényege egy teljesen új egészségügyi rendszernek a kidolgozása, felépítése és az egészségügyi ellátás javítása. Egy célból nyilvánvalóan az intézmények műszaki, anyagi műszaki állapota is nagyon fontos, hogy megfelelő szintű legyen. Itt Nagybereznán, a Nagyberezni járási kórházban azt tapasztaltuk, hogy ez az intézmény nagyon rossz állapotban van. Teljesen elhanyagolt, teljesen felújításra szorul, de az sem biztos, hogy a felújítás segít. Láttuk az itt lévő épületet, falakat, és azt látjuk, hogy mindent repedések vannak. Nagyon fontos lenne, hogy igazi statikus szakember megvizsgálja, hogy a külső teherhordozó falak mennyire bírják a terhelést, és hogy érdemes-e itt beruházni, érdemes-e itt elvégezni ezeket a generális javításokat, amelyekre szükség lenne, mert ha igen, akkor ez az épület felújítható, és akkor nyilván ebben segíteni kell. Ha viszont nem, akkor nem érdemes ezzel foglalkozni, és akkor újat kell építeni, az egy teljesen más téma, és egy teljesen új projekt lenne. Viszont itt betegek vannak, a bereznai városi, illetve a járási betegek egy része itt kerül ellátásra, és a körülmények javítása is fontos, ugyanis a műszaki, anyagi műszaki bázison kívül még az eszközellátásban is komoly gondok vannak, a legegyszerűbb orvosi eszközök sincsenek meg, ezért úgy láttuk, hogy első lépésben ezek a legfontosabbak, hogy segíteni az orvosi eszközök ellátásában. Itt voltunk, jártunk, az itteni orvosok elmondták az igényeiket, a főkonzulátus megszervezte az ő kiutatásokat Magyarországra, ahol felkínálták nekik azokat az eszközöket, amelyeket Magyarország támogatásként ide el tud juttatni. Kiválogatták közülük azok, amelyekre szükség van. A felkínált eszközöket, ha 100%-nak veszük, akkor abból 70%-át ők úgy mondták, hogy erre szükségük van. Ide elkerültek, itt most átadásra kerültek. Ezek főleg diagnosztizáló eszközök, de a kezelésben is használatos eszközök, amelyeknek nagy hasznát veszik az itteni orvosok, és ők maguk is mondják, hogy ez nagyon komoly támogatás számukra. Ideiglenesen ez egy komoly segítség, bízunk abban, hogy az első lépés, és ennek egy komoly folytatása is következik. Az igény megvan rá, a szándék is megvan rá. Mi próbálunk abban segíteni, hogy a kettő összejöjjön. Magyarország részéről, mint szomszédos ország részéről mindig is támogattuk Ukrajnát. Az, hogy az elmúlt időszakban két ország viszonyában beállt némi nemű elhidegülés és a kapcsolatrendszerünk az jelentős feszültségekkel terhes, ez mi továbbra is úgy gondoltuk, hogy támogatás, amely adott esetben orvosi ellátást, egészségügyi ellátás fejlesztését, családorvosi hálózatot, rendelőkiépítését, gyógyszerszállítmányt jelentett, ezt mi tovább is folytattuk. Tehát bármilyen esetben, amikor hozzánk fordult Kárpátalján megye kormányzója, hogy legyen az klórszállítmány, legyen az vakcinaszállítmány, például kanyaró elleni oltások kihozatala, vagy olyan egyéb orvosi eszközök megvalósítása, én azt gondolom mindig segítőkezet nyújtunk, és tanítani is fogunk a jövőben is várhatóan. Nem gondolom, hogy eddig nem oldottunk meg mindenfajta problémát. Több esetben most több 10 milliós nagyságrendben szállítottunk már ki Magyarországról orvosi eszközöket és segédanyagokat, vagy olyan gyógyszereket is, ami természetesen itt tudtak felhasználni Kárpátalján. Példaként említhetném a kanyaró elleni szállítmányt, ahol gyakorlatilag a járvány terjedését állítottuk meg azzal, hogy a legkorszerűbb gyógyszert hoztuk ki Kárpátaljára. Ez egy
egy fontos feladat, szerintem egy jó szomszéd és egy baráti viszonyra törekedő ország részéről ez egy teljesen normális gesztus. Azt ugye nem hallgathatom el egyébként, hogy számtalan esetben különböző problémákba futottunk bele, ezt hozzáteszem nem Kárpátalja megyének köszönhető, hanem gyakorlatilag a kievi merev álláspontnak, ami úgy tűnik, hogy az elmúlt időszakban egy picit változni látszik. A tárgyalásaink azok ukrán barátainkkal folyamatosak, folyamatos a két külügyminiszter párbeszéde is, és én bízom benne, hogy a választásokat követően meg tudunk olyan dolgokba is egyezni, vagy meg tudunk állapodni a folytatást, illetően a jövőt illetően, ami mindenkinek közös érdeket, hisz. Lehet látni például mai esemény kapcsán egy Nagybereznán, hogy milyen állapotok uralkodnak a járási kórházban, ezen csak javítani lehet. Tehát, hogyha ezzel kapcsolatosan Magyarországot bármilyen kritika, támadás éri, azt gondolom egyébként, hogy az érdemtelen. Ide el kell jönni, meg kell nézni, hogy milyen állapotok uralkodnak, és ezt követően, hogyha mi ezt a segítségünket másképpen fogják föl, akkor én azt gondolom, hogy az a valótlant állítja. Magyarország részéről bátran állíthatom, hogy jövőben is folytatni fogjuk ezt a támogatást, ahogy egy jó szomszédhoz illik. A magyarországi segítségnyújtás ezúttal valamelyest enyhítette a kórház évek óta húzódó eszközhiányát. De amíg az épület teljes felújítása nem történik meg, addig az egészségügyi intézmény csak a nevében hasonlít önmagára. Borzalmas körülmények uralkodnak a Nagyszőlősi járási kórházban. Az egészségügyi intézmény fülorgégészeti osztályán penészes falak, több évtizedes bútorok, lehullott csempék, korhadó padló található, a mennyezetről pedig hullik a vakolat. A kórházban évtizedek óta nem volt tatarozás. Az állami költségvetésből csak az intézmény dolgozóinak fizetésére és a rezsiköltségre jut. Jelenleg mit a helyzet, doktor úr, ezen a részlegen? Ön már ugye több mint 40 éve dolgozik fülorgégészként. Mi az, amit itt ezen a részlegen fejlődésként tapasztalt az elmúlt időszak alatt, illetve mi az, ami már úgy nevezhető, hogy áldatlan körülmények? Hát sajnos az áldatlan körülményeket ezt maguk is lássák, hogy szokás mondani, a mellékelt ábra mindent megmutat. Ennek ellenére mi azért igyekszünk, és ez ideig mindig sikerült is, hogy a szakmai ellátás azon a szinten, amit tőlünk megkövetelnek, az megfelelő, és ezeket a szinteket, hát ez ideig sikerült tartani. Az más dolog, hogy a szakmai része a munkánknak, az megkövetel megfelelő műszerezettséget, megfelelő kapacitását technikai eszközöknek, megfelelő eszközöket, támogatva gyógyszerekkel, ami sajnos hiányos mai nap, de hát ez ma minden részében így van Ukrajnának, úgyhogy ezzel csodálkozni nagyon nincs mit. Abból, ami van, abból igyekszünk gazdálkodni, és ez idáig azt a mennyiségű és karakterű munkát, amit megkövetelnek a megfelelő protokollok a mai egészségügyi ellátásban, azt igyekezzük tartani. Hát hol így, hol úgy, kisebb-nagyobb hiányosságokkal, de olyan dolog, hogy ami valami fatális eredményhez vezetne, vagy megállítani a munkát, olyan nincs. Igen, mert hát nyilvánvaló, hogy még a sivatagban is tudtak műteni, ha kellett, meg tudták csinálni, hogyha volt hozzá egy tű, meg cérna, meg egy szike. Egy kórház ugye a higiéniáról híres. Tehát egy kórházban ott azért betegek vannak, különböző betegek vannak, nagyon fontos a tisztaság és a többi. Ilyen körülmények között mennyiben gátolja ez ilyen értelemben az önök munkáját? Itten évtizedeken át ebben az épületbe ázott be a tető, majd amikor már 5-6 évvel ezelőtt sikerült végre átfedni a tetőteret, akkor is már ez maradandó károsodás, ami itt történt a födémen, a plafonon, ez mind-mind tovább folytatódik, és így látja, hogy hullik a vakolat. Itt nem lehet megfelelő, viszonylagos olyan komfortos körülményeket biztosítani, de hát ez külsőleg kinéz eléggé ilyen drámaian, viszont magában az, hogy sikerült a nyilázárokat kicserélni, ezáltal feljavítani azt a hőérzetet, ami komfortos hőérzet itt legyen, az már megvan. Az tény és való, hogy egy belső tatarozás legalább mostan a leghamarabb időben az nagyon is jó lenne, ha megtörténne.
mert az a részeg, amit talán láttak, a műtét, a műtő, a vizsgáló, az előkészítő, az orvosi szoba, a nővéri szoba, az ügyeleti szoba, ezek viszonylag, hát mondjuk úgy rá kielégítő körülmények között vannak. Már a mi viszonyainkhoz képest, én nem Európáról beszélek. Ha ezeket a dolgokat sikerülne rendezni, akkor természetesen, hogy más irányba már tudnánk foglalkozni, hogyha lenne lehetőségünk, mert manapság elsősorban endoszkópiás készülékekre van szükség. Az, amiket a mai napig csinálunk, tradicionális beavatkozásokat, az ma már mindenütt a világon endoszkópiás, mondjuk úgy nem invazív módokkal szokás műteni, kezelni, ami eleve lerövidíti a kezelés idejét, a betegnek sem kell annyit emiatt szenvedni, és hamarabb lesz munkaképes, de hát ezek a dolgok mind-mind a jövő zenéje. Az orvosok szerint az egészségügyi eszközök is sürgős felújításra szorulnak. Előfordul, hogy az alapvető gyógyászati eszközök hiánya miatt sürgősségi esetekben még a kötszert is saját fizetésükből vásárolják meg az orvosok. A műszerezettséget, annak biztosítását igyekszünk így néha saját kezűleg, tehát amit tudunk, beszerzünk saját költségünkre. Ez az érzéstelenítőszerektől kezdve a varróeszközökön át, néha kötszeres, vannak speciális ilyen vérzés esetén használódó speciális hapszi vagy stamponokat, amit szintén igyekszünk bevásárolni, mert a betegeknek erre pénzük nincs. És viszont ahhoz, hogy egy életmentő beavatkozást elvégezünk, erre szükség van. Tehát ezt igyekszünk, hol a szponzorok segítségével, hol saját zsebből, de legalább annyit tartani ügyeletre, hogy ha bejön valaki egy kapitális orgarat vérzéssel, azt csak ilyen sajátos módszerekkel, már amellett, ami a többi gyógyszeres kezelés megvan, de ebben sikerül megoldani. Ez a realitás. A Nagyszőlősi Járási Kórházban találtunk egy olyan mentőautót, ami még mindig működik, ezen hozzák viszik a betegeket. Az autó körülbelül a 70-es évekből való. A Nagyszülősi Járási Kórházban ezen szállítják a betegeket ma is, 2019-ben. A Nagyszülősi Kórházban jelenleg sok javítani való akad. Egyedül csak a gyermekosztály felel meg az európai normáknak, amelyet 2 éve a magyar kormány támogatásával korszerűsítettek. Ez egy általános gyermekosztály, ahol minden patológiát kezelünk. Persze a betegeknek a többsége az ilyen légúti betegségek. Most ugye aktuális az influenza megbetegedés, de kezelünk emésztőrendszeri problémákkal küzdő betegeket, szív problémákkal küzdő betegeinket. 30 ágyas az osztály. Dolgozunk, én mint osztályvezető, és van egy kollégám, aki egy osztályos orvos. A személyzet létszáma az egy olyan 22 személy, és amikor elkezdődött ez a felújítás 2017-ben, nagyon vártuk ezt a felújítást, amely én személy szerint 30 évet vártam. És nagyon örülünk annak, hogy ez a felújítás megkezdődött egy kettő korteremnek a felújításával, és a végeredménye az lett, hogy az egész osztály fel lett újítva. Hadd mondjam, büszkén mondhatom azt, hogy a betegénk komfortos körülmények közt tartózkodnak az osztályunkon. Hát ezt azért mondom, mert ugye most már minden beteg szobába biztosítva van meleg-hideg vízzel, minden beteg szobába zuhanyzók van, ami a nap 24 órájában igénybe vehető. És ugye nem utolsó sorban, most, ahogy fel van újítva az osztály, azért már, mint osztályvezető, meg mint a munkatársaim is jobban odafigyelhetünk azokra a dolgokra, amit tisztába tudjuk tartani az osztályt. Mert ha mondjuk azon a falon le volt válva a csempe, azt nagyon nehezen lehetett fertőtleníteni, meg tisztában tartani. Azért most már ezekre a dolgokra könnyebben oda lehet figyelni a takarítóknak is, és a maga a fertőtlenítés is sokkal könnyebben zajlik. Mi az, amit még azon kívül, tehát diagnosztikai eszközök, amikre szükségük lenne? A diagnosztikai eszközök, ez úgy működnek, hogy ugye igénybe veszik a kórházi diagnosztikai eszközöket.
Ami konkrétan a kettes gyermekosztályt meg, hogy azt mondjam azt, hogy hát ezt a gyermekgyógyászati tömböt, ugye, mert azt kell tudni, hogy ez egy 3 emeletes épület, ahol az első és a harmadik emelet ez a csecsemő osztály, és a második emelet, ahol tartózkodunk, ez egy osztály, ahol 2 és 18 éves korig vannak gyerekeink. Ami most lenne a legszükségesebb az, hogy hát a fűtési rendszert kicserélnénk, mert rettegve gondolok arra, ha most kiukad egy cső, és akkor ez az egész szépség minden ugye ebből elázik. Diagnosztikai dolgokban, hát hadd mondjam azt, hogy ami az alap, avval rendelkezünk. Ugye ultrahangos vizsgálat, CT vizsgálat, röntgen vizsgálat, ezeket a dolgokat, laboros vizsgálatok, ezeket a dolgokat korszerű felszerelésen el tudjuk végezni. A kórházunk tavaly volt 175 éves. Az eltelt idő alatt az épület több részleggel bővült. Közben felújítások is történtek. Például tavaly a fűtési rendszert sikerült részben kicserélni. A legnagyobb felújítás 2017-ben volt, amikor a magyar kormány támogatásával a gyermekosztályt korszerűsítettük. Ezért nagyon hálásak vagyunk, mert a gyerekosztályon a 70-es évek óta nem volt felújítás. Minden elavult, a vízvezeték és a fűtési rendszert is cserélni kellett. A kórház 480 ágyas, és sajnos több osztály, például a traumatológiai, az infekciós, a sebészet és a fülorgégészet is teljes felújítást igényelne. Ukrajnában tavaly kezdődött el az egészségügyi reform, amire a kormány fél évet szánt. A reform első lépcsőfoka a családorvosi rendszer kialakítása volt. Emellett az ágazatban működő intézmények felújítása is szerepel. A nagyszülősi járási kórház területén a gyermekosztály felújításra került 2016 és 2017 folyamán, mégpedig magyarországi intézmények és kormány támogatásában. Ennek a felújításnak köszönhetően az anyagi műszaki bázis az jelentősen jobb állapotba került, ami által maga az intézmény által nyújtató szolgáltatások is sokkal jobb minőségűek lettek, ami elősegíti a gyerekek gyorsabb és jobb gyógyulási lehetőségeit. Hát annyira szép ott és jó ott, hogy bizony vannak olyan gyerekek és van olyan kategóriája a gyerekeknek, akik jobb körülmények közé kerülnek, amikor a kórházba kerülnek, mint amilyen körülmények között otthon vannak. Tisztaság van, meleg van, megfelelő odafigyelés van, gyógykezelés van, programok vannak. Viszont ez egy teljesen új világ, és új világ nem csak a gyerekek számára, új világ az ott dolgozó orvosok és egészségügyi munkatársak számára is. A többi osztályon más a helyzet. Vannak felújított osztályok, ezeket főleg helyi vállalkozók támogatásából újították fel, viszont vannak olyan osztályok, ahol még minden még rosszabb, mint valamikor a szovjet időben volt, tehát beázott tetők miatt beázott plafonok, leomló plafonok és olyan körülmények, amelyek semmiképpen nem alkalmasak a gyógyítás biztosításához és a gyógyulás effektivitásához. Ilyen például az orrfülgégészet és szemészet osztálya, ahol voltunk és láttuk, hogy milyen körülmények vannak, ami teljes felújítást igényel, a teljes belső felújítást. Reméljük, hogy valamilyen támogatást tudunk nyújtani és elősegíteni azt, hogy az osztály is felújuljon. Kárpátalja kórházait járva sokszor olyan érzése támad az embernek, mintha egy időutazáson venne részt, és egy évtizedekkel ezelőtti korban járna. Nem is csoda, hiszen jelenleg is több olyan település van, ahol az egészségügyi intézmények több mint 30 éve nem voltak felújítva. És hogy lesz-e a közeljövőben gyökeres változás ezen a téren? Erre a válasz sajnos egyelőre senki nem tudja.